Köszöntöm a világpanoráma kedves nézőit! Az elmúlt hetekben Sidney Warburg rejtélyes emlékirataival foglalkoztunk, és hát ugye már akkor beszéltem arról, hogy Sidney Warburg állítólag nem is létezett, azt feltételezik, a családja is elhatárolódott, mármint a Warburg család, és azt is rebesgetik, hogy megölték. Mert ugye ebben a könyvben ő leleplezte, hogyan pénzelte a Wall Street és a City Hitlert és a nácikat. Mai vendégem Drábik János. Szervusz János, köszöntelek. Köszönöm a meghívást. János, létezett Sidney Warburg? Természetesen ilyen név alatt nem létezett, de közvetett bizonyítékokkal alátámasztva azt lehet állítani nagy valószínűséggel, hogy James Warburg volt Sidney Warburg. James Warburg tett egy ilyen nyilatkozatot, hogy egy, ő nem ő Sidney Warburg, kettő, ő azt a könyvet, amit Sidney Warburg neve alatt megjelent Antwerpenben hollandul, azt ő nem is olvasta, azóta se olvasta, hogy teszi ezt a nyilatkozatot, amit a II. Világháború után tett. Tehát ő tulajdonképpen a teljes tagadásban van, hogy őnek bármi köze is lenne az egészhez, és ki is kéri magának tulajdonképpen, mert a nyilatkozat arról szól, hogy ez az egész egy antiszemita irányultságú könyv, és ő és családja úgy, ahogy van, teljes mértékben elhatárolódik tőle. Ez az egyik. Tehát hogyan lehet azt mégis valószínűsíteni, hogy az a személy, aki ennek a könyvnek a főszereplője, az azonos James Warburggal. A másik, hogy melyik az a Warburg, hogyha elfogadjuk, hogy a főszereplő nem ő maga írta, akkor ki az a másik személy, aki benne volt a képbe, akinek ő mindent elmondott, és akinek lehetett az a véleménye, hogy ho-ho, ez egy nem jó dolog Hitlert így támogatni, és hatalma, ez ilyen-ilyen kockázatokkal járhat. És akinek volt hozzáférése a legbelsőbb dolgokhoz is, az is egy Warburg. Az adatok, amiknek én a birtokába kerültem, sok-sok erre vonatkozó írás elolvasása után, az arra utal, hogy ez a Warburg az akkor már Londonban élő, illetve Londonban sokat tartózkodó, mert végleg csak 34-be költözött Londonban, Zsigmond George Warburg, a híres Zsigmond Warburg, aki 1902-től 1982-ig élt, és az egész Warburg család között, ahol bizony sok tehetséges ember volt, a legtehetségesebbnek bizonyult, és a második világháborút követően egy óriási pénzügyi birodalmat épített fel ő, ez a Zsigmond Warburg. Na most ő lehetett az, aki birtokába volt mindennek, és angolul ezt leskiccelte, és ezeket a skicceket, ezeket a feljegyzéseket ő lényegében átadta ennek a Schoop nevű holland fordítónak, aki azt ugye hollandra lefordította, Antwerpenben megjelent, csak hogy az a pénzhatalmi elit, aminek egyébként a Zsigmond Warburg és azok, akik ott a Wall Streetben voltak, tehát elsősorban a Garantitasnak az emberei, ugye aztán oda kell számítani feltétlenül Rockefeller, tehát azok a legfelső Wall Street-i vezetők, ahova Zsigmond Warburg is tartozott, mert állandóan átutazott New Yorkba, és ehhez a zárt körhöz tartozott, amelynek a központi épülete a Guaranty Trust. És ma is a Guaranty Trust, egyébként én ismerem ezt a házat, mert történetesen életemnek volt egy szakasz, hogy amikor munkába mentem reggel, akkor mindig elmentem ezelőtt a ház előtt, és Zsigmond Warburg lehetett az, aki ezzel a könyvvel tulajdonképpen meg akarta fúrni, mert nem értett egyet ezzel a döntéssel. Tehát a nácik támogatásával. Igen, ő nem értett vele egyet. És egyébként ő Zsigmond Warburg közvetlen kapcsolatban állt
Hjalmar Schachttal. A Hjalmar Schachtról tudni kell, hogy az a Wall Street embere volt, és a Wall Street küldte Hitler mellé. És 39-ig Hitler mellett is maradt. És 39-ig nem csak a Reichsbank elnöke volt, hanem csúcsminiszter. 39-ben adta át Göring. Tehát a náci gazdasági minisztere és főbankára. És az ő egyik helyettesét meg úgy hívták, hogy Max Warburg. És a Max Warburg, mert ugye a Warburg családnak több ága volt, ez egy velencei bankárcsalád, eredetileg a dinasztia alapított, úgy hívták, hogy Anselm del Banco, és ugye 1500-as... Elég beszédes név. Hát ő egy velencei bankárcsalád volt, aki ugye a vagyont azzal csinálta, hogy neki a Dózse megengedte, hogy kamatra kölcsönözzön, és így. Na most ezek... Lehet, hogy Shakespeare a velencei Kalmárt róluk írta? Azt nem állítom. Nekik távozni kellett a családnak Velencébe, és akkor Warburgba költöztek, és akkor vették föl a Warburg nevet. Ez a németországi Warburg. Igen, na most a Zsigmond Warburg, az a Warburg családnak egy másik ágához tartozott, az az ág, amelyik nagyon híres lett, ahol ugye négy fiú volt, de a négyből három lett különösen híres. Az egyik ugye Max Warburg, aki a legnagyobb német kereskedelmi bankháznak a tulajdonosa és irányítója volt, és az első világháború alatt végig a német titkosszolgálatnak a vezetője, és a versailles-i békerendezésnek egy kult szereplője, Max Warburg. Aki aztán Hjalmar Schacht helyetteseként Hitler idején is szolgált egészen 1938-ig, akkor átköltözött az Egyesült Államokba. Na most a testvére, az öccse, Paul Warburg, az pedig már a Rothschildok már a 900-as évek elején átküldték Amerikába azzal a megbízatással, hogy hozza létre a Federal Reserve Systemet, amit ő végre is hajtott. Ez a szövetségi egybank, a Fed. Igen, és ő volt a tényleges vezetője, bár úgy hívták, hogy a Fed elnök helyettese, de valójában ő hozta létre, ő szervezte meg, ő szervezte meg a Jekyll Islandet, ő... Ez egy titkos találkozó igen, volt, igen, éppen 100 éve. Igen, szóval, és most lesz 100 éves. Szóval a ez a Paul Warburg volt a Federal Reserve, és ez milyen érdekes, hogy ugye miközben a bátyja az a német titkosszolgálat vezetője az első világháborúban, Paul Warburg ugyanabban az időben a Federal Reserve Systemnek. Tehát az ellenséges oldalon, az amerikai oldalon. Jó, de amikor Amerika belépett, akkor azért formálisan lemondott. És volt még egy harmadik Warburg is, a négy testvér közül egy harmadik, a Felix Warburg, aki annak a Jacob Schiffnek a lányát vette el, a legnagyobb bankárnak számított ebben az időben, és akiről tudjuk, hogy a fia is leírta meg, ezernyi bizonyíték van rá, hogy milyen óriási pénzeket adott Trockinak, hogy finanszírozta a bolsevikokat, és ma már azt is tudjuk, hogy az ő utasítására gyilkolták meg a cári családot. Ő adott rá személyesen utasítást. Na most ennek a Jacob Schiffnek a Frida nevű lányát vett el. Na most a James Warburg, az a Paul Warburgnak volt a fia, és tehát a Fed alapító, Paul a Fed Warburg. Alapítónak 1896-ban született, tehát amikor ő eljátsz ezt a szerepet, 29-ben már 33 éves, 30-ban 34 éves, 31-ben 35 éves, tehát, de egyébként ő Hamburgba született, az anyanyelve német volt, de mivel Amerikában járt az iskolákat, Harvardon szerzett diplomát, tehát ő amerikai volt, de a német volt az anyanyelve. Nem sok ilyen Warburg volt, ő még ilyen volt. Hát ezért is küldték őt közvetítőnek a nácikhoz. Ezért esett rá a választás. Na most itt még kell beszélni az IG Farbenről. Az IG Farbenről azért kell beszélni, mert ez, amelyik egyébként ugye azt a ominózus gázkamrákba azokat, a ciklon, stb. Gázokat előállítani, állította, annak volt egy óriási egy német részleg, akinek ki volt az igazgatója, Max Warburg. És az amerikai részlegnek ki volt az igazgatója, Paul Warburg. Tehát azért vannak ilyen, és az IG Farbenről pedig már nem feltételezés, hanem fehéren, feketén lehet bizonyítani, hogy óriási pénzekkel támogatták Hitlert. Na most, már említettem, hogy a Zsigmond Warburg, aki egy család egy másik ágához tartozott, ő
egy rendkívül művelt, és rendkívül, mondom, a legműveltebb és a legtehetségesebb Warburg volt, és ő nem értett ezzel egyet, amit tulajdonképpen eldöntött a pénzhatalmi világelitnek az a bizonyos szűk grémiuma ott New Yorkban, és akik a James Warburgot átküldték, mert ugyanis James Warburg azokban az időpontokban, amikor szól ez a bizonyos Sidney Warburg írás, ő akkor bizony ezért meg azért ott járt Németországban. Bizonyítható, hogy többször járt. Így van, és az is bizonyítható, hogy ő neki, hogy ő rendszeresen tárgyalt azzal a Max Warburggal, akinek egy nagybácsia volt. Hát ugye Paul az ő apja aznak a bátyja volt. Aki a császári titkosszolgálatot irányította. Igen, de ebben az időben sem akárki, hanem a Hjalmar Schacht helyettese. Tehát a Birodalmi Bank, illetve a Reichsbank. És ennek a hatalmas üzemnek, amit már említem, az igazgatója. Az IG Farbennek. És hát hogy ne, hát bizonyíték van rá, hogy Hitlerrel együtt írta alá Max Warburg ugye a Hjalmar Schacht kinevezését. Pontosan a neve ott van. Tehát, na most ugye, és az is mondom, egy nagyon megalapozott feltételezés, hogy ebbe a bizottságba, amely ugye végül is többségi határozattal úgy döntött, hogy támogatják Hitlert. Ez a Guarantee Trust épületében. Ez a Guarantee Trust társaság, de itt lényegében a pénzhatalmi világelitnek a New Yorki irányító. Igen, de azok... Ezek rendszeresen összejártak. Persze. És érdekes mondani, a londoniak utaztak New Yorkba. Tehát például ez egy állandó úton volt. Tehát például a Sigmund Warburg állandó úton volt. Igen. És állandóan vitte az információkat, mert ő Svájcból állandóan tartotta a kapcsolatot azével, azzal a Hjalmar Schachttal, aki ugye csúcsminiszter, meg a Reichsbanknak az elnöke. Hitler idejében. A helyettes az ő nagybátyja. James Warburg mindig ment Londonba is, ott is konzultálni, és mindent átbeszélt a Sigmund Warburggal. Igen. Mi az, ami ezekre a következtetésekre vezetett engemet? Hát többek között az, hogy áttanulmányoztam több könyvet, elsősorban most Anthony Sutton professzor munkásságát említeném, aki angol volt, de a Stanford University-nek a Hoover intézetébe ezzel foglalkozott, és ő írt egy fontos könyvet, ami arról szól, hogy a Wall Street és Hitler felemelkedés. Ő erről írt egy könyvet. És ennek ő ennek a könyvnek a 10. fejezetében ő foglalkozik ezzel a Sidney Warburg féle mitosszal, ő mitosznak nevezi, de azt is megírja, hogy azért ez egy olyan mitosz, hogy ha valaki ugye nem olvasta ezt a könyvet, mint ahogy a affidavittel állítja James Warburg, akkor egyáltalán honnan, miért ad egy nyilatkozatot, hogy elítéli, mert történetesen antiszemita. Hát ha én nem olvasok valamit, mert ugyanis aki elolvassa a Sidney Warburg féle, ott az antiszemita kijelentéseket egyedül Hitler teszi. Hát aztán Hitlerről tudni, hogy ő antiszemita, az nem valami nagy tudományos felfedezés. Hitler antiszemita volt. De ehhez képest dollár 10 milliókat utaltak át neki. De ugyanakkor a könyvben más antiszemitizmus nincs. Az igazi antiszemitizmus az a feltételezés, hogy zsidó bankárok finanszírozták valamilyen meggondolásból a nemzeti szocialistáknak a hatalomra kerülését, és fölvállalták a Sturm Abteilungnak, ugye az SA-nak, ami ugyan a végén már több mint 400 ezer fős páthadsereg volt, fölvállalták, hogy azt felruházzák, meg felfegyverzik. Na most, mert egyébként a Heinrich Brüning, aki ugye neki rivalizálni kellett, hát egyik kancellár volt, meg egy tábornok előtte, a Heinrich Brüning könyörgött, tudta, hogy miről van szó, könyörgött, hogy ne adjatok nekik pénzt, mert én nem tudok úgy megnyerni egy választást, hogy a velem rivális erőnek van egy párthadserege, nekem meg nincs. De erre nem hallgattak, mert itt egyébként ugye attól eltekintve, hogy ugye az volt a fedő sztori, hogy a franciákat
kell egy kicsit ugye megrendszabályozni, mert túl sokat követ. Nem, itt szerintem azok, akik meghozták ezt a döntést, számításba vették, hogy itt bizonyos fokig a Sztálinféle Szovjetunió kicsúszott az ellenőrzésük alól. Hát Trockit Sztálin kicsinálta, ugye pontosabban számít. Így van, és egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a Sztálin az egy ilyen, tulajdonképpen egyre inkább megmutatkozik, hogy kettős játékot űz, tehát... Letért a lenini útról, mondjuk hát, így, hiszen Trocki és Lenin megkapták a pénzt a Wall Street-től, de Sztálin ugye nem azt hajtotta végre. Tehát a Sztálin az egy kívülálló volt, az nem véletlen, hogy a trockisták a bolsevik Bonaparte-nak nevezték, mert ugyanúgy, ahogy annak idején ugye kicsúsz, hát a Napóleon az ő emberük volt, de amikor a Napóleon önállósította magát, ugye igen. Bonapartizmus, és a berendezkedett pénzhatalom fölé egy dinasztikus államot akart, akkor elfordultak napon, és Sztálintól is, és fölmérték, hogy a Szovjetunióval szemben nem partner Franciaország, az nem partner Anglia se. Az egyetlen számba jöhető ellensúly, amivel fel lehet morzsolni mind a kettőt, Az egy felerősített Németország. És csak Hitler, nem a Weimari köztársaság. Igen, de a Weimart azt úgy alakította ki, ugyanez a pénzhatalmi világelit, hogy az gyenge legyen. Tehát a Weimari rendszert fel kellett számolni, mert egy Weimari rendszer nem alkalmas háború viselésére. Tehát a Weimari rendszer helyébe kellett egy erős ember, erős de ők nemzeti. Abba bíztak, hogy ezt az erős embert kézben tartják. Hát azért nem véletlen, hogy ott volt mellette Hjalmar Schacht, akkor Montagu Norman, az angol punk elnöke, támogatta a legjobban többek között itt Hitlernek a finanszírozását, ő is állandóan utazott Wall Street-t. Tehát a részlet, erről meg is emlékezik Sidney Warburg. Így van, tehát itt a jelek arra utalnak, hogy igen, a Sidney Warburg féle feljegyzések igaz feljegyzések, valószínűleg nagy valószínűséggel nem a főszereplő, vagyis a James Warburg. Tehát a közvetítő. Nem, igen. Aki tehát, Hitlerrel tehát, találkozgatott. Tehát a közvetítő, akit ez a magasrangú grémium, mert azért valamit beszéljünk a James Warburgról is. Azért a James Warburg mindenféle iskolát elvégzett, azonnal magasrangú bankár volt, és nem csak az, hanem az ő felesége egy zongoraművésznő volt, és írtak sikeresen, ketten ő írta a szövegkönyvet, például egy nagyon sikeres musicalt, meg számos slágernek a James Warburg volt a szerzője. Csak aztán ez a házasság ez szétment, mert Gershwin is ott volt, és a felesége beleszeretett, de hát volt három gyerekük már. Na most ez a rendkívül tehetséges James Warburg, aki fölvállalta a közvetítést, ez lényegében tájékoztatta Max Warburgot, sőt tájékozódott tőle, beszélt a Hjalmar Schachttal, sőt tájékozódott tőle, és állandó kapcsolatban volt a Zsigmond Warburggal, de a Zsigmond Warburg nem értette ebbe a grémiumba, ahol nagyon tekintélyes tag volt, de ő még egy feljövő volt, mert ő igazán a nagy karriert a II. Világháború után csinálta. Na most ez nem értett egyet azzal, hogy ezt a műveletet végrehajtják, és valószínű az volt a titkos elképzelése, Zsigmondnak. Hogyha ezt valahogy megjelenteti elsősorban ott, ahol hitelességet kap, mert ugye a Warburgoknak az egyik központja az mindig Hollandia volt, Antwerpen és Amsterdam. Oda is utalták a Hitlernek szánt pénzek egy most részét. Ugye tudjuk, hogy ez a könyv végül is a holland változata napok alatt eltűnt. 1933 őszén jelent meg, és valóban és eltűnt. Gyanús módon fölvásárolták. De megmaradt két hitelesnek minősített fordítás, az egyik Svájcban német nyelven, a másik meg Angliában. És ezekből a szövegekből ismerjük tulajdonképpen a tartalmát, és sajnos azt kell mondani, hogy
Ha tényleg Zsigmond Warburg volt, én mondom, én azt gondolom, hogy ő volt az, aki valahogy ezt az akciót le akart állítani, ez nem sikerült neki. Mert végül is a könyv nem váltotta ki azt a hatást, amit szánt neki, mert a könyv eltűnt a forgalomból, és hogyha a második világháború után nem veszik elő, akkor a világ nem is tudna róla, hogy megjelent egy ilyen könyv, és befejezésképpen még hagyd mondjak egy észrevételt, hogy a Max Warburg, aki a Zsigmond Warburgnak az unokatestvére, a Max Warburg az is meg akarta írni az ő szerepét az első világháborúban, és több ezer oldal ír, és a család, mikor átnézte, végül lebeszélték róla, hogy megjelent. Tehát mindegyikben volt egy olyan vágy, hogy ő elmondja, hogy tulajdonképpen milyen szerepe volt, mit játszott, de a pénzhatalmi világ elit magasabb érdekei, azok érvényesültek, és azt mondták, jobb, ha ez nem jelenik meg, jobb, ha ez az elzárt archívumokba, az elzárt családi archívumokba marad, mert ezt nem szabad. Tehát a Warburgokban mindig volt egy olyan vágy, hogy valahogy elmondjanak valamit abból a fontos szerepből, amit ők betöltöttek. Hát igen, hiszen mégiscsak a Wall Street és a City finanszírozta a nácikat, és juttatta hatalomra. Ezt még fölmutathatom. Egy sok-sok dokumentumból fölmutatom Ron Chernovnak a Warburgokról írott önéletrajzát. A Warburg család kérte fel ezt a kiváló szerzőt, hogy írja meg a családnak a hivatalos életrajzát. Ezt tartom a kezemben, 820 oldalas. Ezt is egyébként ugyanott Amerikába vettem a Washingtonban a könyvesbolt, amit azt mindig emlegetek, mert már nincs meg, sajnálom. És innen is rengeteg olyan információt kaptam, ami azt erősítette meg, amit elmondtam. Tehát azt, hogy James Warburg volt a Wall Street közvetítője, Hitlernél, ő tárgyalt Hitlerrel, és ő mesélte el Zsigmondnak, ugye, a rokonának, hogy miről is tárgyaltak, és Zsigmond jelentette meg ezt a könyvet, de nem lett egyiknek se semmi baja végül is, hiszen mind a kettő elhatárolódott, ugye, ettől a könyvtől. János, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk gondolataidat. A kedves nézőknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Találkozunk hétfőn este 9:30-kor, és hát meglátjuk, mivel foglalkozunk, az Élet írja forgatókönyvet. Lehet, hogy Kijevbe megyünk. Várom Önöket. Viszontlátásra!